Zoltán több mint 2800 grammal és 50 centivel jött a világra pénteken reggel. A szülés azonban nem ment egyszerűen. Az édesanyjánál csütörtökön éjszaka elfolyt a magzatvíz, hiába hívott azonban mentőt, nem tudták kórházba szállítani. Az asszonynak ilyen körülmények között kellett volna kórházba jutnia, a segítségére siető katonák elakadtak a hóban. Várandos kismamát kellett volna az orvost bejuttatnunk Bodajk községre, de kerülő úton mentek be, mivel elakadtunk itt az úton. Mivel az asszony még csak 35 hetes terhes volt, és a baba farfekvéses volt, mindenképpen orvosi ellátásra szorult. Nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki segített, mert ilyen összefogást, meg összetartást én nem tapasztaltam még. Hát az első két babámat én 41. hétre szültem, de ez a 35, ez nekem nagyon korai volt, és tényleg mindenki maximálisan segített. Az asszonyt végül egy mozdonnyal vitték be a kórházba. A székesfehérvári járás közútjai még mindig nem lehet járművekkel közlekedni. Ennek ellenére megérkezett a székesfehérvári kórházba az az asszony, akinél az éjszaka folyamán megindult a szülés. Egy mozdonnyal hozták be a 35 éves asszonyt, aki 7:30-kor egy kisfiúnak, Zoltánnak adott életet. Az elmúlt éjszaka összesen 7 kisbaba született a székesfehérvári kórházban. Az osztályvezető főorvos szerint nem történt az ellátásban fennakadás. Nem tudtak sokan hazamenni, nem tudtak sokan bejönni dolgozni. És hát közben a szülés az megy. Hát éjjel is kb. 7 szülés volt, volt még egy plusz császármetszés. De hát nem csak a szülészeti szülőszobai ellátás, hanem ez egy nagy osztály, nagy forgalommal, sok dolgozónak kell bent lenni folyamatosan. És nagyon pozitív tapasztalatai vannak, hiszen hát a szervezésnek megfelelően, akik nem tudtak hazamenni, azok benn maradtak dolgozni a mai nap önként. A kisfiút császármetszéssel hozták világra. Az anya és a baba is jól van.